Mindössze 3 héttel az olimpia kezdete előtt dőlt el, hogy a paksi színekben induló Somorác Tamás ülhet hajóba, a kajakosok 1000 méteres versenyszámában Rióban. A versenyző remekelt a júniusi moszkvai EB-n, ahol ugyancsak kajak 4-esben 500 méteren nyert aranyat, majd az ezt követő olimpiai válogatók után sikerült a nagy álom, kijutott az olimpiára. Az utolsó utáni pillanatban kijutottam, ezt még én sem hiszem el néha, így belegondolok, hogy kijutottam az olimpiára, de tényleg most csak a munka jár a fejembe. Minél többet tegyek bele a zsákba, és hát a Rióba szeretném kipakolni a zsáktartalmát. Tényleg a döntő napján egy maximumot nyújtsunk, evezünk ki magunkból mindent, tényleg ami bennünk maradt, és boldogan szálljunk ki, és hogy az mire lesz elég, az meg majd a Jóisten megmondja, hogy mire lesz elég. Még soha ennyi olimpiai indulója nem volt az Atomerőmű Sportegyesületnek, amely a 3 cselgáncsos mellé most egy evezőst is delegált. Ez minden várakozást fölülmúlt, ugye, mert ugye benne volt a 3 judós srácba, Borbarnába, Círjenics Mikébe, Csoknyai Laciba, illetve a 2 kajakosba, Boros Gergőbe és Somorász Tamásba, hogy ott lehetnek a Riói olimpián, de hát ez minden elképzelést felülmúlt, hogy az 5-ből 4 embernek ez sikerült. Tamás a Kugler Attila, Ceiner Benjamin, Hufnagel Tibor összeállítású csapatba került be. Épp csak elcsíptük Pakson, mert most mindennapjait a felkészülés tölti ki. 14-én utaznak Rióba, majd 19-én állnak rajthoz az előfutamon, aznap bonyolítják az elődöntőt és augusztus 20-án a döntőt. Már készíti a bőröndöt, no meg az útlevelet az utazáshoz. Volt rá példa, hogy utazás előtt itt hagytam az útlevelemet, és édesanyám 180-nal az autópályán jött utánam, hogy hozza vissza az útlevelemet. Azt semmiféleképpen nem szeretném itthon hagyni, amúgy semmit nem fogok itthon hagyni, már tudom, mert édesanyám pakolt be. Most mondtam neki, hogy soha nem pakolt be nekem, de viszont megkértem most, hogy pakoljon be, ez egy kicsit ilyen babona is, meg ő biztos, hogy nem felejt itthon semmit. A most 24 éves versenyző annak idején Metzger András utánpótlásedző iránymutatásával bontogatta szárnyait, és ugyanaz edzés ma már Győrbe szólítja, maradt az ASE versenyzője, aki így jellemzi magát, kisgyerek nagy álmokkal. Igazából mindegy sportolónak ez az álma, aki elkezdi a sportot, hogy egyszer kijusson egy olimpiára, és nekem sikerült, hál' az Istennek, és rettentő sokat köszönhetek itt az egész Paksvárosnak, a szüleimnek, a családomnak, a szponzoraimnak, a barátaimnak, mert nélkülük nem ment volna. Az a szerencse, hogy ez a Paks egy nagyon összetartó kisváros, és akármilyen problémája van az embernek egyből, nem egy, hanem 15 ember jön a segítségemre, és ezt meg szeretném köszönni nekik is még egyszer, és hát igen, olimpia. Augusztus 9-én szoríthatunk először paksi indulóért az olimpián, ekkor lép majd tatamira Csoknyai László. Paks városa molinókon buzdítja a versenyzőket, az önkormányzat által felállított óriás plakát hirdeti, hogy szurkolunk nektek.